Ez a világ leghíresebb és legjelentősebb történelmi vallási helye. Milyen titkokat rejthet a Vatikán? Az elmúlt évtizedekben sorra követték egymást a botrányok, a Vatikáni Bank, gyermekbántalmazás, legutóbb pedig súlyos vádakkal illették 16. Benedek pápát és Bertoni bíborost. Szóval, mi is történt itt az zárt ajtók mögött? És mit tartogat a jövő a Vatikán számára? A Vatikán rengeteg titkot rejt magában. Lehetséges, hogy ott van a frigyláda. Senki se tudja, hová került. Eretnek művészeti alkotások, zene, dokumentumok. Ez az unalmas része. Az igazi titkok az erekjék. Azok a dolgok, amik újraírhatják a történelmet. Semmi kétség, hogy a Vatikánnak megvan a sötét oldala amellett, hogy az emberek iránti jóságot és a kereszténységet hirdeti. Az évszázadok során adományokat és épületeket halmozott fel az egyház. Senki se tudja, mennyi pénze van. Legkevésbé maga az egyház. A korrupció és a pedofília csorbát ejtett az egyház hitelességén. A Vatikáni Bank bukásra ítélhetné a katolikus egyházat. Vajon a Vatikán évszázadok óta titkokat rejteget, vagy ez csak az a sok ellenzője terjeszti? A Vatikán határozottan állítja, hogy az utóbbiról van szó, de igazat mondanak? Éveken át gyerekek tízezreit bántalmazták a katolikus egyház keretein belül. A pénzügyeket cselszövés és rejtélyes halálesetek lengik körül. Gabriele Amort atya világszerte címlapokra került, amiatt az állítása miatt, hogy az ördög jelen van a Vatikánban. Az újságok, szerzők, történészek és kritikusok immáron évtizedek óta támadják a Vatikánt, azt állítva, hogy korrupt és tele van ferdehajlamú papokkal, akik a színfalak mögött erkölcstelen és bűnös életet élnek. Bár határozottan tagadják, de az évek során náci aranyrudak tárolásával, pénzmosással, gyermekbántalmazással és még prostituáltakat és egyedülálló anyákat rabszolgaként dolgoztató intézmények az írországi úgynevezett Magdolna mosodák működtetésével is vádolták őket. Egyes vádak szerint sátánimádókat szállásolnak el, fekete mágiával foglalkoznak, és különféle erekéket rejtegetnek, köztük Jézus testét is. Kicsit túlzónak tűnhet, de a vádlók hajthatatlanok. A Vatikánnak hihetetlen mennyiségű titka van, és ennek az oka egyszerű. Már több száz éve fennáll, és kapcsolatban van a politikával és a vallással. Az emberi viselkedés központja jócskán kivette a részét a pénzügyi botrányokból, és a gyermekbántalmazási ügyekből is. Tehát sok mindent tisztázni kell a Vatikánnal kapcsolatban. Ha kívülről tekintünk a Vatikánra, akkor nagyon szigorú, vallásos és egy csodálatos hely. De hogy őszinték legyünk, tele van minden jóval. Már a megépülése előtt is fürdők, bordélyházak helyezkedtek el itt. És a Vatikánt is ez jellemezte. Rá kell ébrednünk, hogy ez a földkerekség legtehetősebb nemzete. Bárhová felépíthették volna a székhelyüket, központjukat, annyi földbirtok van a tulajdonukban. Ők mégis ezt a helyet választották, ami ókori pogány templomok felett van. A Mithrász templom felett. Kizártnak tartom, hogy a véletlen műve, hogy Vatikánváros pont ezen a helyen van. Az én véleményem szerint egyik olyan intézmény se adná ki minden titkát, amelyiknek ekkora vagyont, hatalmat, történelmet és mitológiát sikerült felhalmoznia. Az egyik legnagyobb rejtély, hogy mi van a hírhedt vatikáni titkos levéltárban, ami azóta nem derült ki, hogy azt az elmúlt évtizedben hivatalosan is megnyitották.
Philip Villain most már több mint 30 éve vatikáni újságíró. Írt már három pápáról, számtalan botrányról, és úgy ismeri az apostoli szentszéket, mint a tenyerét. Mi van a vatikáni titkos levéltárban? A vatikáni titkos levéltár tulajdonképpen a pápa személyes levéltára. Azokat a dokumentumokat tartalmazza, amik az egyház vezetése során keletkeztek. Amint valaminek már nem kell kéznél lennie, már nincs jelentősége, azt félreteszik, áthelyezik a hatalmas levéltárba, és ott tárolják. A levéltár évszázadokra nyúlik vissza, és az Olaszországban és világszerte megtalálható római katolikus egyház történetét meséli el. A vatikáni könyvtár a titkos könyvtár. Most figyeljenek, 53 kilométernyi dokumentumból áll. A legrégebbi állítólag a 8. századból való. Elhiggyük ezt? Tényleg? 53 kilométernyi titkos dokumentum. Képzeljék csak el, milyen igazságok rejtőzhetnek ott. Az összeesküvés elmélet képviselői számára ez nagyon izgalmasnak hangzik. Ők így szólnak. Titkos levéltár, mi van ott? Először is gondolkodjunk el azon, hogy latinul a vatikáni titkos levéltár elnevezésben szerepel a secretum szó, amit titokként fordíthatunk. Azonban nem csak ezt jelenti, magánnak is fordíthatjuk. Az sokkal hitelesebb fordítás. A Vatikán magán levéltára. Van ott valami rejtegetnivalója a katolikus egyháznak? Minden bizonnyal vannak ott olyan kényes dolgok, amiket titokban akarnak tartani, és a Vatikán szentül hisz abban, hogy meg is tudja tartani a titkait. Különösképpen azért, mert ők rendelkeznek a levéltár felett. Úgyhogy akár kínos tartalmú dokumentumokat is tarthatnak ott. Biztosak abban, hogy senki más nem fog hozzájuk férni. Sokféle olyan dolog lehet ott, amiről fogalmunk sincs. Ez pedig rengeteg találgatáshoz vezet azzal kapcsolatban, hogy mi is lapulhatott. Igazán senki se tudja, mi van a titkos levéltárban. Feltételezések szerint olyasmi, aminek köze van a frigyládához, vagy a Salamon kincsének fosztogatásához. Azon is tűnődnek, vajon van-e ott valami Jézus származásával kapcsolatban. Szóval természetesen ilyen feltételezések előfordulnak azok után, amilyen történeteket hallani lehet az egyházról. Nem meglepő, hogy az emberek azon tűnődnek, van-e valami a titkos levéltárban, ami megcáfolja mindazt, amit oly sok éven keresztül tanítottak. Andrew Gogg már sok éve tanulmányozza a Vatikán történetét. Úgy véli, a kereszténységnek van egy alapvető problémája, ami több mint 1000 éven át befolyásolta a cselekedeteit. Az, hogy talán nem több, mint egy mítosz. Hallottam különféle pletykákat, de te mit gondolsz? Mi lehet a titkos levéltárban? Alapvetően kétféle titok van. Az egyik típus a hagyományos, például 8. Henrik levele, amelyben kéri házassága érvénytelenítését, vagy a Galileiről és eretnekségéről szóló levelek. És arra számítanánk, hogy erekiék is vannak. Ez lehet Salamon király kincse, a menóra, de akár a frigyláda is, vagy a Szent Grál. Szeretnénk, ha ilyesmi nyilvánosságra kerülne? Talán igen, talán nem. Mindkettőnek megvan az oka. Több mint valószínű, hogy vannak úgynevezett erekiék a Vatikánban. A legtöbb nagy katolikus templomban mindig is voltak. Akkor miért ne lehetnének a Vatikánban? Talán mumifikált testek, nagy egyházi személyiségeké is. Azt beszélik, hogy ott van elrejtve a Vatikánban Veronika kendője. Azt mondod, hogy a levéltár nem egy kézi könyvtár. Gondolod, hogy bizonyos dolgok elrejtésére szolgál?
Így érted? Vitába szállhatnánk azzal, hogy ha lenne bármi, aminek napvilágra kerülése negatív reakciót keltene, akkor miért nem semmisítik meg? De ha magán jellegű és titokban van, akkor talán még inkább meg akarják tartani, de nagyon el kell zárni. Nagy dolgokról beszélünk, nézz körül. A városban minden templom és bazilika alatt pogány templomok vannak. Nem csak pogány templomok, hanem a Mithrász vallás templomai is. Mit is tudunk a Mithrászról? December 25-én született, meghalt, és három nappal később feltámadt. A megváltónak nevezték, és élete során csodákat művelt. 12 apostola volt. Ismerősen hangzik? Ez jóval Krisztus előtt történt. Eltitkolták, mert egy kicsit sötét volt. Bikákat öltek le, és szexuális oldal is fűződött hozzá. A kereszténység, mondhatjuk, kifényezte a mítoszt, és azt mondták, igaz volt. Szerintem nagy dolog, hogy hazudtak a történetről, és csak képletes. Nem igaz. Rómával kapcsolatban az az egyik legmeglepőbb dolog, hogy a város, amit ma látunk, beleértve a Vatikán egy részét, az ókori pogány város felett fekszik, ami több mint 2000 évvel ezelőttről származik. Egyesek szerint a régi imádkozó helyek még mindig fontos szerepet töltenek be a mai egyház legfelsőbb szintjén. Talán régen az emberek meg akarták mutatni a pogányoknak, hogy nézzétek, mi irányítunk. A ti romjaitokra építkezünk. A legtöbb fundamentalista ezt mondja. Talán olyasmi is van benne, hogy felszívjuk az energiát. Sokan úgy vélik, a templomok villanyvezetékek fölé épültek. És ezért ezekben a földekben energia volt. Ott alattuk. Hittünk az anyatermészetben. Hittünk abban, hogy visszatérünk az anyatermészethez. Ez egyáltalán nem rossz dolog. Ellopták a pogány helyek eszméjét. Keresztényé tették őket, és megszentelt vizet fröcsköltek rá. Az összes vallási erekét is ellopták, és minden mást, ami ott volt. Szerintem még mindig valahol a Vatikán alatt lapulnak. Az egyház nem egy szent, jóindulatú szervezet. Valójában sátáni, és fekete misék is vannak, szertartások. A várost és az országot pogány templomok fölé helyezték. Még mindig mélyen tisztelik őket. Ízisből Mária Magdolna lesz, Oziriszből pedig Jézus, és így tovább. Az a helyzet, hogy ez egy elég sötét hely. Ez a Szent Kelemen Bazilika Rómában. Egy ír szerzetesen dominikai szerzetesei irányítják. Több mint 3,5 évszázad alapították, és itt található az egyik utolsó lejárat a kereszténység előtti város romjaihoz. A vatikáni történész és helyi idegenvezető Rob Allen, a föld alatti Róma szakértője, és beleegyezett, hogy megmutatja a 2000 éves templom romjait, ami akkoriban még a föld felszínen volt. Az ebben a csodálatos dolog, hogy most lesétálunk az időszámításunk utáni első századba. Bemegyünk egy téglaházba, ami a megépítése után 100 évvel lett Mithrász szentély. A pogány istené, Mithrászé. Ha felnézünk ide, akkor egy táblát láthatunk, mert amikor a 19. században feltárták, problémába ütköztek. A vízszintet jelöli, mert kezdett az egész hely víz alá kerülni. Természetes forrás volt ez alatt. Ha eléggé csöndben vagyunk, akkor lehet hallani a szivattyút. Még mindig jön belőle a víz. Most bemegyünk oda, ahol a vallást gyakorolták, a Mithrász szentélyben. Jöjjenek! Mm.
A Mithrász vallás pogány vallás volt, nem állami. Titkos volt. Ez nem jelenti azt, hogy az emberek nem tudtak a létezéséről, arról nem tudtak, hogy lehetnének ők is a tagjai ennek a titkos közösségnek. Kizárólagosan férfiak léphettek be. Katonák és hivatalnokok. Itt láthatjuk Mithrász életének tetőpontját. Ő Mithrász Isten frígiai sapkában. A nap istene. Megöl egy bikát, amit a holdnak tartottak. Fehérre van festve. Olyan, mint a félhold. Még a farkát is látjuk. Azt a pillanatot ábrázolja, amikor megölik. Ezek a lények kísérik, mert ő az újjászületés megtestesítője. Nehéz kivenni, de ez kutyának, ez pedig kígyónak néz ki. Ott isznak, ahol a kés van és folyik a vér. Itt egy skorpió is, ami herén szúrja. A bika életerejét veszik el. Néha kukoricahéjjal a farkán ábrázolják. Jó hírű emberektől, papoktól és bíborosoktól több száz évig azt lehetett hallani, hogy az egyházon belül van egy kisebb szekta, ami áldozatokat ajánl fel, és olyan szertartásaik vannak, amik elég sötétek. Elgondolkodunk rajta, vajon véletlenül helyezték-e központjukat közvetlenül azok fölé, a templomok fölé? Szerintem nem. Más keresztény helyhez hasonlóan a Vatikán is egy már létező istentiszteleti helyre épült. Ezzel az egyház azt mondta, most mi irányítjuk a vallást. Tehát a pogány helyből keresztény lett. Ez történt Rómában, a Vatikánban. Maradtak még ott régi vallások, amik a kereszténységnél valószínűleg egy kicsit sötétebbek voltak. Az viszont badarság. Mindennek a ne továbbja, hogy az építészeti elhelyezkedés miatt azt állítják, hogy a Vatikánban a katolikus egyház vezetői sátánisták. A katolikus egyház, vagy azt is mondhatnám, a kereszténység általában meglopta a pogányságot. Azelőtt az volt az igazi vallás. Ők pedig ellopták az eszméket, a mögöttük lévő ideológiát, és magukénak mondták. Megvan annak az oka, hogy a vallási helyeket miért építették mithrászi pogány templomok fölé. Azért, mert ezeknek a helyeknek egyfajta erejük van. Részesei akartak lenni ennek az új vallásnak. Ha megnézzük a legtöbb egyistenben hívő közösséget, nagyjából ugyanazokat a dolgokat mondják. Olyan svéd asztalszerűnek tűnik. Akár a pogányságról, akár a kereszténységről van szó. Ugyanazok a dolgok előfordulnak. Még néhány név is megegyezik. A szerző, Rob Howells, több mint két évtizede tanulmányozza és kutatja a Vatikán titkait. Hiszi, hogy fontos tárgyakat, dokumentumokat és titkokat őriznek ott. Mit tartanak titokban a Vatikánban? Amióta létezik a Vatikán, kéziratokat, erekjéket és hadjáratokból származó tárgyakat gyűjtenek ott. Nem csak kutatás és az elképzeléseik alátámasztása céljából, hanem azért is, hogy bizonyos dolgok ne kerüljenek napvilágra. Szükséges, hogy kézben tartsák az információt. Nem kerülhetnek nyilvánosságra, nem terjedhetnek el alternatív nézetek. Milyen dolgokról is van szó pontosan? A dokumentáció tekintetében 84 kilométernyi polc található ott, tele könyvekkel, kéziratokkal. Szóval az első század elejéről származó hiányos iratoktól kezdve a teljes evangéliumokig. Miért lenne ez káros a katolikus egyháznak?
mert megvan annak az esélye, hogy alternatív nézetek jelennek meg. Eredetileg többféle anyagot is bele akartak tenni a Bibliába. A végleges változat a politika hatására készült el. A Q könyv létezéséről is beszélnek. Az akadémikusok elvetették ennek a könyvnek a forrásanyagként történő használatát Máté, Lukács és János evangéliumához. Mert ezek az evangéliumok jóval Krisztus ideje után íródtak. Ha előkerülne egy ilyen könyv, az alááshatna minden mást. Titkos iratokat tartalmaz. Azt mondják, itt a titkos szó csak annyit jelent, hogy magán. Tulajdonképpen az, de legyünk őszinték, ez jóval inkább titkos. Egy átlagember nem nézheti meg, nem engednek betekintést. Az iratokat nem lehet fénymásolni. Úgy hallottam, hogy a Vatikánon belül is létezik egy Vatikán. Hatalmas oszlopok találhatóak ott, olyan nagyok, mint a báltermekben. És ezek között, az oszlopok között bújnak meg a titkok titkai. Állítólag ott lapul Veronika kendője, és még nagyon sok más erekje is. Eretnek művészeti alkotások, zene, dokumentumok. Ez az unalmas része, hogy mik a jelentős dolgok, mik az igazi titkok, azok az erekjék. Olyan dolgok, amik újraírhatnák a történelmet. Például mi? Az, hogy az egyház pogány eredetre vezethető vissza, és nem szent alapokra. Ez a legnagyobb titok. Levéltárakat általában azért tartanak, hogy magyarázatot kapjunk bizonyos dolgokra. De ebben az esetben másról lehet szó. Igen. Azt várnánk, hogy a levéltári iratok nyilvánosak legyenek. Mivel vitatható anyagok is fellelhetőek lehetnek, ezért mi nem férhetünk hozzájuk. Akkor nyerhetünk betekintést bármibe is a vatikáni titkos levéltárban, ha tudjuk, hogy mit keresünk. Nem engedik, hogy csak úgy böngészünk. A másik probléma az, hogy valószínűleg még mindig több tízezer be nem jegyzett dokumentum van. Olyan iratokat is tárolhatnak, amiknek a fontosságáról sejtelmük sincs. Ezek csak dokumentumok, vagy erekjék és más tárgyak is? Határozottan erekjék is vannak. A végzet lándzsájának példáján keresztül tudjuk, néhány tárgy visszakerült. Azt mondják, Krisztus fitymáját is a Vatikánban őrzik. Még a köldök zsinór is fennmaradhatott. Kérdéses, hogy mennyire igazak ezek az állítások. Feltehetően a történelem során számos dolog előkerült, és ezeket visszaszolgáltatták a Vatikánnak. Az emberek azt mondják, az összeesküvés elméletek elég túlzóak, de ha megnézzük Rómában Titus diadalívét, akkor embereket láthatunk, akik Jeruzsálemet fosztogatják és erekjéket hoznak vissza. Bár igaz, hogy az összeesküvés elméletek nem arról szólnak, hogy ezek az erekjék, serlegek, leplek, vagy akármik is legyenek azok, odalent vannak. Az biztos, hogy bizalmatlanság van amiatt, amik a pápákról és vezető személyiségekről kiderültek. Ezért sokan gondolják, hogy mindenféle gonosz dolog zajlik ott. Vagy fantasztikus dolgokat rejtegetnek, mint a Szent Grált és a Frigyládát. Szerintem ez badarság. Ha a Vatikánban lenne a Frigyláda, akkor azt mondanák, nézd csak, mi ez itt. Biztos, hogy kiállítanák. Sokféle elképzelés van arról, mi lehet a levéltárban, de szerintem ez nagyrészt ostobaság. Ma nagyon kevesen vannak tisztában a Vatikán sötét történetével. A modern kor legvitatottabb pápája 12. Pius volt, akit 1939-ben szenteltek fel, és Hitler pápájaként emlegették azok, akik azzal vádolták, hogy szemet hunyt a holokauszt felett. Ezt megelőzően a 19. század végén 13. Leó pápa minden reményt lerombolt azzal kapcsolatban, hogy a római és az anglikán egyház kibékülhet. Kijelentette,
hogy az anglikán felszentelések hatálytalanok. Ez a döntés még mindig érvényben van. A 9. században 6. István pápa úgy döntött, exhumáltatja elődjének, Formosus pápának a holttestét azért, hogy nem fogják elhinni, bíróság elé állhasson. A pápai viseletbe öltöztetett Formosus nem meglepő módon nem cáfolt semmit. Ezután megcsonkításra ítélték, és a teverébe dobták. A pápaság szexuális erkölcsének mélypontja volt, amikor 954-ben felszentelték a 18 éves 12. Jánost, egy korábbi pápa fiát. A Vatikán előtti pápai palotából, a lateráni épületegyüttesből bordélyházat csinált. Végül, egy évtizeddel később, egy felszarvazott férj rajta kapta a feleségével az ágyban, és meggyilkolta. Több mint 1000 évvel később a Szentváros még mindig vádak és pletykák lengik körül. 2003-ban napvilágra került a Magdolna mosodák létezése, aminek keretében egyedülálló anyákat és prostituáltakat kényszerítettek rabszolgamunkára Írországban, és katolikus apácák felügyelték őket. 43 millió dollárt fizettek ki kártérítésként. A 2009-ben hozták nyilvánosságra, hogy a bosztoni érsekség eltusolta 70 katolikus pap által szexuálisan bántalmazott több ezer gyermekügyét. Ez a szám mostanra több mint 3000 katolikus papra emelkedett világszerte, akiket azzal vádoltak, hogy módszeresen bántalmaztak több tízezer gyermeket. Botrány a katolikus egyházban, több millió dollár kifizetésére kötelezték őket. Azzal vádolják, hogy több mint 34 éven keresztül 4 éves fiúkat molesztált és erőszakolt meg. Az érsekek kétharmada védte a papokat. Az áldozatok ügyvédei pert indíthatnak azokért az iratokért, amelyek fényderíthetnek a római és az amerikai püspökök közötti kommunikációra, hogy kiderüljön, eltusolták-e az ügyet. Elképzelhető, hogy a katolikus egyház egy ideje már tudott a gyermekbántalmazásos problémáról, csak nem akarták nyilvánosságra hozni? Biztos. Évekig eltusolták. Voltak olyan esetek, amikor rajta kapták a papokat. A Vatikán és a társaik bűnösnek találták, és áthelyezték őket máshova, mielőtt kitörhetett volna a botrány. Szóval eltusolták ezeket az ügyeket, és az eltusolással még több kárt okoztak, mert miután ez kiderült, már nem az adott papról volt szó, aki magától cselekedett, hanem az egész intézményt vonták kérdőre, és nevezték korruptnak. Ez egy bűnös birodalom. Akárhányszor gyermekbántalmazás fordul elő, az a legelső, hogy tagadják. Másodszor, ha beismerésre kényszerülnek, akkor azt mondják, hogy nagy ritkán előfordul, hogy porszem kerül a gépezetbe. Nagyon sok porszem került a gépezetbe. Nyilvánvalóan ez egy hálózat. Kétségtelen, hogy a Vatikán fennállása óta számtalan porszem került a gépezetbe. A Vatikán minden szintjén vannak olyan katolikus papok, akik rossz dolgokat tettek. Láthattuk például ezt Írországban. Rengeteg gyermekbántalmazási ügy köthető katolikus papokhoz, de szerintem a Vatikán nem maga a gonosz, ami az évek során a társadalmat érintő rossz dolgokért felelne. Én éppen annyira látom megvesztegethetőnek és korruptnak, mint bármely másik túlságosan is nagy intézményt, amit nem igazán vonnak felelősségre. A Vatikán egyik legkülönösebb tevékenysége a gonosz lelkek eltávolítása, vagy ahogy leginkább ismerjük, az ördögűzés. A Vatikánban tanult papok már évszázadok óta küzdenek a gonosszal, és szabadulnak meg tőle. Mindössze egy keresztel, egy bibliával és szentelt vízzel felszerelkezve, és igen, még ma is csinálják. Nemrég hunyt el a Vatikán legfőbb, 30 évig tevékenykedő ördögűzője, Gabriele Amort atya. Állítása szerint életében 180 ezer ördögűzési esete volt. Arról volt híres, hogy utálta a Harry Potter köteteket és még a jógát is.
Azt mondta, a júg a sátáni dolog, és a gonoszhoz vezet, csak úgy, mint a Harry Potter olvasása. Érdekes, hogy a Vatikán, mint intézmény, hisz a gonosz szellemekben, és több ördögűzőjük van, mint valaha. Mindegyik egyházmegyének megvan a kinevezett ördögűzője a régióban, akit ki lehet hívni. Ördögűzési szertartást végeznek, amit egy terjedelmes dokumentum ír le, tele van litániákkal és latin szövegekkel. Segítségül hívják a szenteket, és próbálják előzni a gonoszt. A számuk 200 fölött van, és a Vatikán alkalmazza őket. Az a feladatuk, hogy kiűzzék a gonoszt, ami megszállja nyájukat, ami átveszi az irányítást testük és lelkük felett. Ez az új szövetségre vezethető vissza, amiben arról olvashatunk, hogy Jézus kiűzi a gonoszt. Különös, hogy még ma is, a 21. században is vannak a Vatikánnak olyan papjai, akik ördögűzést végeznek. Ez azt mutatja, hogy még mindig hiszünk azokban a nagyon ősi eszmékben, amik a gonosz szellemekről és démonokról szólnak. Ezek az Ószövetségben szereplő bibliai elképzelések. A madridi Forte atya az, aki a katolikus egyházban a legtöbb ördögűzést végzi. Azt mondja, ilyen tényleg létezik. Sok évet megéltem már, és a démonokhoz köthető jelenség tanulmányozása után biztonsággal mondhatom, hogy vannak gonosz szellemek, és ezek a gonosz szellemek tökéletesen megfelelnek a Bibliában leírt démonoknak. Saját tapasztalatból beszélek. Hétfőtől vasárnapig emberekkel találkozom. Minden nap érkeznek hozzám Spanyolország különböző pontjairól. Évente két olyan estünk volt, amikor megszállt valakit az ördög, ez a megszállottság tökéletes példája volt. Az egyház tanítása szerint van jó és rossz, nem létezik az egyik a másik nélkül. Ha ezt elhisszük, akkor nem meglepő, hogy a démonokban és a gonosz szellemekben is hiszünk. Az egyház azt is állítja, hogy semmi nem változik, igaz? Azért ennyire megrendíthetetlen a nézet, mert soha se kérdőjelezik meg. Ezért az ördögűzés része lett ennek a felfogásnak. Az ördögűzéshez egyedül erőre van szükségünk. Ez az eljárás egy szertartás keretében végezhető el. Használhatunk szentelt vizet, keresztet, mindent. A szentelmények, a megszentelt tárgyak nagyon hasznosak. Látjuk, miként reagálnak rájuk a démonok. Ezek olyan dolgok, amik Istenhez tartoznak. De még egyszer elmondom, csak is erőre van szükségünk. Érdekes dolog, hogy az egyház nem tagadja a gonosz energiát. Azt, hogy ördögűzést folytatnak. Évről évre nő azoknak a száma, akik ördögűzést tanulnak. Nem egy tetszés szerint elvégezhető szertartás. Egy 84 oldalas dokumentum szabályozza, hogy kell csinálni. Mivel hisznek a gonoszban, ezért még érdekesebb az a tény, amikor nem értenek egyet azzal, hogy ők is gonoszak. Egy ördögűzőnek lehetősége van arra, hogy beszélni hallja a démonokat az embereken keresztül. A hangjuk többnyire nagyon csúnya. Néha nagyon intelligensek, vagy jelentős teológiai tudásuk van. Néha onnan tudjuk, hogy démonnal van dolgunk, hogy bizonyítékunk van rá, hogy az adott személy nem ismerhet ilyen bibliai, teológiai dolgokat.
Sokszor meglepődtem, hogy tökéletesen tudtak valamit, ami szinte lehetetlen volt. Elképzelhetetlen volt, hogy tisztában legyenek vele. Démonok már pedig nem léteznek. Tulajdonképpen az egyház találmánya az ördög. A jó mellé gonosz is szükségeltetett. A jót ki kellett egyensúlyozniuk a rosszal. A démonok kis ördögök lettek, akik embereket szállnak meg. Ha valaki hangokat hallott a fejében, egy kicsit spirituális volt, vagy érzékeny, akkor azt mondták, jaj, ne, az egy démon, aki a fülébe suttog. Évekig bankbotrányról keringtek a pletykák a Vatikán körül. Három letartóztatás történt. Öt papot helyeztek vád alá sikkasztás miatt Savona városában. A Vatikán egységei szinte szabad kezet kapnak a pénzügyeikben. Az egyházi pénzbotrányok évtizedekre nyúlnak vissza. Roberto Calvi 1982-ben történt halála óta pénzügyi botrányok lengik körül a Vatikán. Calvi volt a Vatikáni bank feje, és felakasztva találtak rá a Blackfriars hídnál. John Dickey oknyomozó író, aki igen komolyan elmélyedt a vatikáni pénzügyekben. Könyvei között szerepel a Cosa Nostra, a Blood Brotherhood és a Darkest Italy. Dickey szerint az elmúlt években az egyház hatalmas összegeket lopott és sikkasztott el. Az egyház már régóta együtt létezik a maffiával. Amiről a legtöbb ember tud, az az 1980-as években történt Isten bankára ügy, ami úgy ért véget, hogy egy vatikáni bankárra, Roberto Calvira a londoni Blackfriars hídnál találtak rá felakasztva. Még mindig nem tudjuk pontosan, miért történt. A legvalószínűbb, hogy drogpénzt mosott a maffiának különböző bankokon keresztül, beleértve a vatikáni bankot is. A katolikus egyház pénzügyei teljesen átláthatatlanok. Nem csak a pápa ellenőrzése alatt lévő pénzről van szó, hanem a plébániák, egyházmegyék, az apostoli szentszék is benne van, ami mind a pápához tartozik. Ott van Vatikánváros, ami olyan, mint egy kis ország, és ott vannak más országok templomai is, a különböző vallási rendek. Az évszázadok során ezek mind adományokat, épületeket és templomokat halmoztak fel, amit senki se tartott számon. Senki se tudja, mennyi pénze van az egyháznak, legkevésbé maga az egyház. Évszázadokig úgy alakult, hogy az egyik pápa mindent elköltött, kiürítette a kincstárat. Majd jött a következő pápa, adót vetett ki, és visszatette az elköltött pénzt. Ezután a következő megint költekezett, építkezett, és ez még mindig így megy tovább. A jelenlegi pápa nagyon egyszerű ember, nem szeret költekezni, alázattal él. Azzal a problémával találta magát szemben a Vatikán, hogy egyáltalán nem felelt meg a keresztény értékeknek, az alázatosságnak, a szeretetnek, a szegénységnek, és annak, ahogy Jézus cselekedett. Ő sosem tartott meg semmi pénzt, mindent a szegényeknek adott. Szerintem ezért választották a mostani pápát. Ha megnézzük a Vatikánt, láthatjuk, hogy milliárdos művészeti alkotásaik vannak. Dokumentálva van ez a tehetőség és pazarlás. Mire következtessünk ebből? Ferenc pápának az volt a szándéka, hogy bevezesse a pénzügyi átláthatóságot. Ezt központilag meg is tette. Különösen a vatikáni bank szintjén, ami sokáig olyan volt, mint egy offshore bank.
Az 1990-es években politikai megvesztegetések zajlottak a vatikáni bankon keresztül. A maffia pénze és drogpénz is belekeveredett. Botrányok törtek ki. Sokat tettek azért, hogy átláthatóbb legyen a vatikáni bank. Ferenc pápa előtt sok munka áll. Valószínűleg 10 pápára is szükség lenne a reformokhoz. Nem csak egyre, ahhoz, hogy tényleg elejét vegyék annak a bonyodalmas, szövevényes dolognak, ami az egyházi pénz áramlását illeti. Hogy tágan fogalmazzunk. Az összes új pápa, és a jelenlegi is azt állítja, hogy megreformálja az egyházat. Így van. Ez a legtehetősebb intézmény, ami valaha létezett. Senkinek sem felelnek, senki sem foglalkozik azzal, hogy mit csinálnak. Tetszik, hogy ő próbálkozik. Sok sikert neki. A már 1000 éve fennálló Vatikánt többféle ügyben is komoly vádakkal illetik. Minden esetben arra kötelezték, hogy kérjen bocsánatot, és hatalmas kártérítési összegeket fizessen ki, de továbbra is kétes ügyekbe keveredik. Az még mindig nem világos, hogy nem fedezték fel, vagy nem tárták fel, hogy mi áll a különböző levéltári iratokban. Sokan továbbra is úgy gondolják, a Vatikán alatt lévő, jól őrzött helyiségek eretnek anyagokat tartalmaznak, beleértve alternatív keresztény evangéliumokat, más vallások iratait, és még kulcsfontosságú erekéket is, úgy mint a frigyládát és Jézus földi maradványait. A Vatikánnal, az egész római katolikus egyházzal kapcsolatban az az irónia, hogy ez az intézmény felelős a történelem egyik legzsarnokibb és vérszomjasabb fejezetéért, az inkvizícióért. Miközben a Vatikán és a katolikus egyház nagyon jó mások megkérdőjelezésében és a mások iránti vizsgálódásban, saját magával szemben ezt már nem tudja megtenni. Magával szemben sosem tartott alapos vizsgálatot, sosem tette azt ugyanolyan merevséggel, olyan vérszomjal. Most azt láthatjuk, hogy a 21. századba belépve egyre inkább felelősségre vonják. Az emberek cinikusabbak, kevésbé jóhiszeműek, és még az istenfélő katolikusok is azt kérdezik a Vatikánnal kapcsolatban, hogy azt képviseli, amit én szeretnék, hogy képviselje? Az igét hirdeti és elmélyíti a hitemet? Ezek logikus kérdések. Ha megfigyeljük, sok olyan dolog van a Vatikánnal kapcsolatban, ami nagyon elavult. Ez beleillik a vallás egyik alapvető eszméjébe, mely szerint nem változtatunk. Tudjuk, mikor érkezett el a messiás, le van írva, hogy történt, és ezt nem kérdőjelezzük meg. Nem változtatunk, mert ha egy dolgot megváltoztatunk, akkor elkezdünk mindent megkérdőjelezni. E szerint élnek. Jézus története kitaláció. A 10 parancsolatot, a 7 főbűnt, a 4 halálos bűnt, a purgatóriumot, a pokoltüzét, az átkokat, Belzebúbot, Bafometet, Bált, az ördögöt, a démonokat, az antikrisztust, mind azért találták ki, hogy a félelmen keresztül irányítsanak minket. Az elmúlt 30 évben botrányok mocskolták be a nevét, mint például a pénzmosás, a lopás, erőszak, gyermekbántalmazás. Mindegy, mennyi mindennel vádolják, ha képes hárítani azt, és továbbra is erős marad. Kritikusai már évtizedekkel ezelőtt leírták, az összeomlását jósolták. Ezzel szemben a világ egyes pontjain még hatalmasabb lett. Az új pápa Ferenc úgy tűnik próbálja rendbehozni a dolgokat, de hogy sikerrel jár-e, ez még korai megjósolni. Egy dolog biztos, a Vatikán történetének következő fejezete érdekes lesz. Találkozzunk legközelebb.